Tisztelettel köszöntök mindenkit a novemberi testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 12 képviselőből mindenki jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítők jelen vannak, tehát a testület határozat képes. Mielőtt elkezdenénk a testületi ülést, ismét egy szomorú hírről kell a testületet tájékoztatnom, és majd arra kérem a testületet, hogy egy perces megemlékezésre álljunk föl, hiszen a hétvégén dr. Cseke István doktor úr elhunyt. A doktor úr hosszú-hosszú évtizedeken át volt a városnak házi orvosa, és megrendülten értesültünk arról, hogy november 12-én elhunyt. Dr. Cseke István 1958. március 24-e napjától nyugdíjazásáig látta el Barcson a házi orvosi teendőket. Munkáját mindig lelkiismeretesen, elhivatottan, szakmai ismereteit állandóan gyarapítva, magas színvonalon végezte. A lakosság egészségügyi körülményei javítása érdekében egészségügyi előadásokat tartott Barcson és a környező falvakban. Magas színvonalon végzett tevékenységét Barcsváros képviselőtestülete 1996 évben Barcs városáért, 2011 évben pedig Barcsváros díszpolgára cím adományozásával ismerte el. A Somogy megyei közgyűlés 2011 évben a kiváló szakmai munkájáért, a rászorulók megsegítéséért, a társadalom perifériáján élők felkarolásáért és a református gyülekezetért végzett tevékenységért Somogy polgáraiért díjkitüntetésben részesítette dr. Cseke István nyugalmazott háziorvost. Dr. Cseke István emlékét szeretettel megőrizzük. Meg szeretném még azt osztani a képviselőtestülettel, hogy a családdal fölvettem a kapcsolatot, és a holnapi nap délután a fiával, ugye nem biztos, hogy mindenki tudja, a doktor úr fia Sopronba szemészorvos, és holnap délután fogunk egyeztetni a temetés részleteiről. Annyit meg tudok osztani a testülettel és Barcsváros lakosságával, hogy december hónapban lesz a temetés. És holnap délutáni órába keresem a szintén dr. Cseke Istvánt, barcsiaknak Cseke Pistit, és megbeszéljük a részleteket. Köszönöm szépen, és akkor most egy perces felállás. Akkor elkezdjük a érdemi munkát. Az egyes napirendi pont. Ja, a napirendről kell szavaznunk. Igen. Akkor szavazás következik. Tizenkét igen szavazattal a napirendet a testület egyhangulag elfogadta. Akkor az első napirendi pont következik, és annak is az első része.
tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Bizottságok ezt nem tárgyalják, van-e valakinek kérdése? Horváth József képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Furcsa, hogy pont egy egészségügyel kapcsolatos kérdésem lenne. Ugye tudjuk, hogy most vagy ma éjszaka, vagy tegnap éjszaka teljesítette a kormány törvényjavaslatba az egészségügyi intézmények átszervezését, az egészségügy átszervezését. Az lenne a kérdésem, nekem biztos, vagy neked biztosan több információd van róla, hogy miként fogja ez érinteni a várost vajon, tehát lesz-e javulás bármi módon, lesz-e változás, szolgáltatások esetleg több, kevesebb, tehát hogy fogja ez a várost érinteni a véleményed szerint? Köszönöm szépen. Képviselő úr, ez az egy. Oké. Képviselő úr, ez a napirendi pont tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről, a polgármester tevékenységéről szól. Az, hogy az országgyűlésbe jelen pillanatban mit terjesztettek be, vagy nem terjesztettek be, és én ebbe mennyire vagyok képbe, én egy dologba vagyok képbe, hogy folyamatosan egyeztetünk a főorvos úrral, vannak közöttünk megállapodások, vannak olyan dolgok, amire egyformán reagálunk, és közös irányba szeretnénk húzni a szekeret. Ez egy szinttel feljebb lévő szint, erről én még nem tudok semmi olyan részletet, hogy az egészségügy hogyan fog Barcson sikeresebben, jobban szerepelni. Ez a válaszom, képviselő úr. Köszönöm, polgármester, egy kicsit kitérőnek érzem a választ, hiszen az elmúlt időben bőven olvashattunk erről a témáról, és ugye most realizálódik. És ez én úgy gondolom, hogy elég keményen fogja érinteni a várost. Tehát nem azt mondom, hogy jól, rosszul, hanem érinteni fogja. Képviselő úr, várjuk meg azt, hogy az egyik újság, pont hogyha a kormánynak a sajtó tájékoztatóját látta, és van itt éppen elég probléma, a bizonyos rakétáknak a kilövésével, hogy kilőtte ki, miért lőtte ki, kilőtte a másikat, ami miatt leesett, és egy másik, harmadik ország területére esett, itt össze-vissza írogatnak az újságírók. Maradjunk abba, hogy kerüljön ez a Magyarország gyűlés elé. Mi, és nem kívánok előre semmiféle lapot kijátszani, én nekem azt hiszem a legfontosabb feladatom az, hogy az igazgató főorvossal egy irányba húzzuk Barcsváros szekerét egészségügybe. Mi csináltunk felméréseket, kértek tőlünk különböző adatokat, számokat és egyéb dolgokat. Egyelőre ezt se a főorvos úr, se én nem kívánom a testülettel megosztani, mert ez ismétlem tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről, a polgármester tevékenységéről. Tehát dolgozok rajta, a főorvos úr is dolgozik rajta, és egy irányba megyünk. Ezt tudom mondani. Remes Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Az előző alkalommal említetted, hogy készülsz Pestre egy energetikai ügyi megbeszélésre. Az lenne a kérdésem, hogy ezen mit sikerült elérni a város, bekerül-e egy védett energiaárprogramba, vagy fizetjük a piaci árat. Köszönöm szépen. Ugye két helyen tárgyaltam egy nap, egyszer a Honvédelmi Minisztérium ifjúsági és sportállamtitkárságán, ott azt az eredményt értük el, amit elértünk, hogy az első ütembe, tehát az október-november-december hónapra
a Strand kap 6.350.000 forint többlet támogatást, mivel benn vagyunk az úszó nemzetprogramba, két úszással foglalkozó szakosztályunk van, a triatlon és az úszó szakosztály, és mivel nem használunk, hála a Jóistennek, gázt, ezért a mi pénzünk mindig kevesebb lesz, majd a második ütemnél is, hiszen itt két ütemről tudunk beszélni. Ez a tárgyalás, ez 6.350.000-et hozott, és majd amikor átfordul a naptár, és elindul az új év, akkor lesz egy második ütem. És ha már az újságíróknál és a sajtótájékoztatóknál vagyunk, ugye Kaposváron, a megyei, Kaposvár megyeszékhelyen van a rövidpályás úszó országos bajnokság, ahol szintén itt volt a sportállamtitkár, és Szita Károllyal közösen tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol újra lerögzítették azokat a dolgokat, amit az első ütembe kapunk, a második ütembe is fogunk kapni. Tehát ott is várható támogatás. A második tárgyalás a miniszterelnökségen volt, a Balla György kormánybiztos úrnál, ahová, és mind a két helyre 1.000.000 alapadatot kellett, és hálásan köszönöm a pénzügyi részlegnek, a hivatalnak, a városgazdálkodásnak, mert 2021-es, 22-es és 2023-as várható adatokat havi bontásba föl kellett juttatni, nem tudom hány Excel táblába. A második tárgyaláson egyelőre csak odáig jutottunk, hogy felmérést tartanak a 10.000 főnél nagyobb városok esetében, és akkor, amikor kijön ott egy szám, akkor egy előterjesztés megy a kormányülésre a pénzügyminiszterhez és a miniszterelnökhöz, és utána fogjuk megtudni azt, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és Barcs városa mekkora támogatást kap majd a rezsi emelkedés miatt. Ezen kívül, ha már itt vagyunk a rezsinél, el szeretném azt is mondani, és hálásan köszönöm az összes intézményvezetőnek, hogy ennyire felelősségteljesen kezelik ezt a helyzetet, hiszen ebbe az épület, vagy ebbe a helyiségbe is nincs túlfűtés, és az október hónapot az összes intézményünk, kivéve a 4 darab óvoda és az 1 darab bölcsöde, gyakorlatilag fűtésszámla nélkül megúsztuk, tehát csak a készenléti díjat kellett kifizetnünk, mert hála jó Istennek jó idő volt, és most is, hogy csak úgy tudja a képviselő úr, és mosolyog rajta, hogy a Városházán is reggel elindul a fűtés, 11 óráig van egy temperáló fűtés, avval annyira föl tudjuk fűteni a helyiségeket, és szigetelve van az egész épület, hogy délután 4 óráig a munkavégeztéig nem azt mondom, hogy topzódnak az itt lévő dolgozók, de mindenki el tudja végezni tisztességesen a munkáját. És továbbra is ezt fogjuk szem előtt tartani, annak ellenére, hogy mi geotermikus fűtést alkalmazunk a legtöbb helyen, nagyon kevés helyen van gázfűtés. Egy-két példát hagy mondjak, a trombitásoknak, a zenekarnak a próbatermébe, 1 darab óvodába, de mindenhol, a két településrésznek a faluházába, mindenhol mindenki érzi azt, hogy spórolni kell, hiszen nem tudjuk azt, hogy a január és a február milyen idővel fog beköszönteni, és akkor, amit megspórolunk esetleg, akkor abból valamennyit tudunk használni. Varga Zoltán képviselő úr. Polgármester, itt a beszámoló, illetve a tájékoztatóban van két pont, amire rá szeretnék kérdezni. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a BVS-e és illetve a BFC vezetőivel, sportvezetőkkel beszéltél. Azt szeretném tudni, hogy ezek a beszélgetések a sávfoltban miről szóltak. Köszönöm. Hát miről szóltak? A pénzről.
Ugye a jövő évi költségvetést már kezdjük összerakni. Vannak olyan kéréseim, például konkrétan a fürdővel kapcsolatosan két hetet kaptak a kollégák, hogy rakjanak össze egy olyan költségvetést, nem kapkodva, szépen ráérősen, amivel megindíthatjuk majd a februári költségvetési tárgyalásokat, és elsősorban spórolásra kértem a strandosokat. A sportolóknál pedig azt kértem, hogy szintén tegyék össze, hiszen itt voltak problémák az év vége felé a karatésoknál, meg kellett oldani a többletenergia költséget. A futballcsapat nagyon jól teljesít, és nem csak a felnőtt csapat, hanem a U19-es és a női csapat is, és mind a két csapatnak megvan a esélye arra, hogy megyei első osztályba játszanak. Arra kértem őket, hogy mérjék föl azt, hogy a megyei első osztályban valószínűleg milyen csapatok lesznek, és hová kell elutazni vidékre, és mennyivel jelent ez nekünk több költséget majd, ha tervezzük. A sportról és a gyerekeknek a sportolásáról és a sportolási lehetőségéről továbbra sem mondok le, minden erővel fogja a város támogatni, hiszen a sportállamtitkárságon is jó visszhangja volt a város sport életének. Ezt tudom elmondani a sporttal kapcsolatban. Remes Gábor képviselő úr. Köszönöm a türelmet és a szót. A focipálya kivilágításának témája az nagyon nagy vihart vert a városban. Egy kicsit nyugtasd meg, légy szíves. Igen. Az érintetteket. Ez elég érdekes dolog. Ugye elmondtam azt, hogy ezt a pályának a megvilágítását már elindítottuk vastagon, a tervezését és a megvalósítását vastagon a háború előtt és emögött a gazdasági helyzetbe. Ahhoz, hogy a gyermekeket, nem, először, hogy mennyibe került ez a kivitelezés, ezt is elmondtam már többször. A város 3.400.000 forint saját erőt biztosított a kivitelezéshez, az összes többit, és hálásan köszönöm, és nem a reklám helye, de aki az átadón ott volt, Horváth Péternek hálásan köszönöm, hiszen a cégének a TAO-s pénzét erre a pályázatra adta át a futballcsapatnak, az egész belekerült 22 millió forintba, abból 3,4-et adott a város, és az összes többit TAO pénzből valósítottuk meg. Ahhoz, hogy azon a sportpályán ott élet legyen, és a szülők bátran el tudják engedni az U14-est, az U16-ost, és még a kisebb gyermekeket is, elengedhetetlenül szükséges a futballpályának a megvilágítása. Ez a megvilágítás egy héten háromszor működik, mert heti három edzés van, és kifejezetten abban az időszakban, ami ez az október végi, novemberi időszak. Most lesz a hétvégén az utolsó bajnoki forduló Lengyel-Tótiba, és hogyha azt is sikerrel abszorválja a felnőtt csapat, magyarul nyer egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésen, akkor két pont előnnyel Barcsváros csapata fog fordulni, az U19-es fiatalokból álló csapat pedig 8 ponttal, vagy nem tudom, tehát jelentős előnnyel már az első helyen van. Tehát én úgy gondolom, és azok, akik ott irogatnak a közösségi oldalon, hogy őket ez irritálja, meg ez van, meg az van, meg az iskolában nincs fűtés, az iskolákban is valószínűleg van fűtés, de az a tankerületi központnak a dolga, a tankerületi központ rendeli meg ugyanazt a geotermikus fűtést, mint amit mi használunk a mi intézményeinkbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a világítást egy 10.000-es városnak
amikor így meg tudja valósítani, és van erre mód és lehetőség, hogy egy vállalkozó fölajánlja ezt a nagy összeget, és a város kiegészíti a saját erővel, ezt hálásan köszönjük és elfogadjuk, és ezzel is előre lép a városnak a sportja. Ha nincs több kérdés, akkor vélemények következnek. Remes Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Többen itt voltunk, amikor bemutatták a Hősök tere, illetve a kerékpárút tervezett átalakítását, illetve kialakítását. És hát nem mondom, hogy álmatlan éjszakáim voltak, de én azóta is gondolkodom a Hősök terének ezen a új térelemén. És nem tudom, hogy milyen állapotban van a kiviteli tervek elkészülte és bármi egyéb, de szerintem még egy fordulót megérne, hogy egyrészt közszemlére tenni, hogy az emberek is lássák, hogy miről van szó, kettő meghallgatni az emberek véleményét, hogy ők ezt hogy látják. Én egy-két dolgot nem értek, csak hát, hogy nincsenek itt a szakemberek, tehát nem fognak tudni válaszolni rá, de szívesen leülnék velük beszélgetni még egyet. Mert ha ez megvalósul, ez 30 évig itt lesz, de akkor már olyan valósuljon meg, amire hát nem is büszkén, de örömmel tekintünk, és tényleg funkcionális lesz a tér életében. Köszönöm. Akkor ez egy javaslat volt, hogy az építészek újra jöjjenek le. Jó. Nem tudom, hogy most milyen állapotban van. A jövő héten fog menni az apparátus megnézni azt, hogy azokat a dolgokat, amik itt elhangzottak, hogy azokat áttervezték-e, vagy mi van. Ezzel kapcsolatban a Hősök tere az második helyen van olyan tekintetben, hogy az első helyen toljuk most ezerrel a sportcsarnokot, hogy azt tudjuk ki tolni közbeszerzésre. Lehet, hogy nem decemberben, hanem elképzelhető, hogy januárban, hogyha ez az igény, nagyon szívesen a testület előtt még egyszer lejönnek, azokat a módosításokat biztos majd át fogják dolgozni. Sok munkájuk van, erről beszéltek, meg beszéltem én is, tolmácsolni fogom az építészek felé, és újra majd lejönnek, majd találunk egy olyan megfelelő időpontot, ahol mindenki ráér és a testület ráér. Ha nincs több vélemény, akkor szavazás következik. A testület 12 igen szavazattal a két ülés közötti tevékenységet elfogadta. Az egyes napirendi pont második része következik, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Van-e valakinek kérdése? Vélemény? Ha nincs, akkor szavazás következik. Mi szállt el? Az egyőjét. Nekem meg a képernyő. A kezdőképernyő nem állt helyre. Nem látok semmit, csak azt, hogy kezdőképernyő. De onnét látom, 12 igen szavazattal a testület egyhangulag elfogadta. Akkor technikai szünet újra kell indítania, te. Én nem látom a monitort. Tehát nem látom, ha valaki szólni akar, ezért látom, a kezdőképernyőt. Le tudom ezt zongorázni, de ez van. Utána újra kell indítani. Akkor ki kell lépnünk, vagy mit csináljunk? De ne, akkor tegyétek föl kezeteket, hogy ki akar szólni, mert azt én nem látom. Újra kell, újraindítja a rendszert az ildés, akkor helyreállunk, technikai szünet kell. Akkor technikai szünet.
akkor a technikai szünet után folytatjuk. Az egyes napirend hármas pontja következik, beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről. Van-e valakinek kérdése? Nincs vélemény? Nincs, szavazás következik. Tizenkét igen szavazattal a testület egyhangulag támogatta. Rátérünk a kettes napi rendi pontra. Tájékoztató Barcsváros 2022. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről. Mind a négy bizottság tárgyalta, először a Jogi Egészségügyi Szociálpolitikai Bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, és öt igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja azt. Köszönöm szépen, Oktatási, Művelődési és Sportbizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk a napirendi pontot megtárgyalta, és annak határozati javaslatát négy igen szavazattal, kettő tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm. Köszönöm szépen, pénzügyi bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a napi rendi pontot, és egyhangú öt igen szavazattal azt elfogadta. Köszönöm szépen, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta, és négy igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Van-e valakinek kérdése? Horváth József képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Kezdeném úgy, hogy ugye nekünk képviselőknek elég nagy feladat ez a költségvetés átnézés része. Mindenkinek munkája van, nem is értünk úgy hozzá. És ugyan két bizottsági ülésen is tárgyaltuk, voltak kérdések, sőt a Városfejlesztési Bizottságon elég keményen át lett tárgyalva Gál Gábor képviselőtársunknak köszönhetően. Képződtek kérdéseim, tehát újra elővettem, befejeztem nagyjából a átvizsgálását ennek a dolognak, ugyan nem vagyok könyvvizsgáló. És azt láttam, hogy az eléggé extrém számok beszámolójának mondható, ugyanis találtam néhány tételt, ami nem teljesen világos, illetve nem tudom a hátterét. Itt van az egyéb közhatalmi bevételek a B36-os soron, ahol 735%-os a túlteljesítés. Hogyha erről hallatnánk pár gondolatot, hogy mitől keletkezett ez. Van egy sor, amit végképp nem tudok, hogy miről szól. Ez a készletértékelés ellenértéke, ami 1296%-os, tehát egy 100 000 betervezett mellé egy 1 290 000, tehát milyen készletet értékesítettünk, ami ilyen érték. Illetve ami az egyik legnagyobb meglepetés, nem tudom, ugye nyilván ez így volt már a korábbiakban, és csak átsiklottam fölötte, ingatlanok értékesítése. Van egy 45 millió forintos tétel, amit 91%-ba teljesítettünk, és 41 millió értékben adtunk el valamit. Ez még hagyján is volna, viszont engem az lepett meg, hogy ez a kötelező feladatok soron szerepel, tehát milyen kötelező feladat az, ami készletértéke, és ingatlan értékesítésről szól. És azt hiszem, hogy az utolsó, de az egyik legnagyobb félelmet keltő sor, ez a második mellékletben szereplő B115-ös soron. Ugye a költségvetést tavasszal 430 millió forint körüli hiányjal, működési hiányjal fogadta el a testület, és azt mondtuk, hogy ez az államháztartásból majd valahogy pótolva lesz.
Ennek a teljesülése 5,85%, tehát hiányzik 336 millió forint még az utolsó negyed évre. Most nyilván ezt ki lehet gazdálkodni, de lesz ennek hatása a város működésére. Illetve egy, amit nem találtam meg, lehet, hogy bent van, de nem találtam meg, ez a bölcsőde fejlesztése, ugye itt a Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy volt egy pót, vagy ki lett pótolva a pályázat valamilyen összeggel. Itt van két sor, ahol az egyiknél 171% a kifizetés, tehát gyakorlatilag 171%-ot fizettünk ki, illetve a másik soron ugye valamennyivel visszajön, de összességében a 89 millió forintos kifizetésre 66 millió forint volt az eredeti előirányzat, tehát 23 millió forinttal többet fizettünk, viszont ezt a bevételi soron én nem találtam, tehát nem találtam egy bevételi ellenértéket erre a tételre. Köszönöm ezt a néhány dolgot, okay. Tehát én azt hiszem, hogy nem sok, mert gyorsan meg lehet válaszolni. Köszönöm szépen. Akkor amire én tudok válaszolni, és hátulról menjünk előre, a többire meg majd a szakma válaszol, hogy a B36 sor, meg a B12, meg a nem tudom én hányas sorok, a 41 millió vagy 40 millió forint, azok az otthonházi lakásoknak az értékesítése. Tehát ugye fölemeltük 5 millió forintra, 3,8 millió forintról az otthonházi lakásokat. Ebbe az évbe úgy tudom, hogy 8 darab lakást tudtunk értékesíteni. 8x5 az 40, most úgy ott 41 van? Az nem tudom, hogy miért van 41. Lehet, hogy valaki már előleget letett. Laci megmondja. Ja, nem. Jó, tehát ez nem adtunk el, hogy a képviselő úr kérdésére válaszoljak, nem adtunk el titokba semmit, nem értékesítette a város, csak az otthonházi lakásokat értékesítjük, és azt ezen a soron kell feltüntetni. A B36-os... Bocsánat, meg, igen? Nem értékesítjük. Igen, hát nem értékesítjük, de ott kell szerepeltetni. Igen, a belépési díjat, tehát... ott kell szerepeltetni vagyoni ezt. Vagyoni értékű jogot adunk nekik. És ugye ezért kötelező feladat. Igen. Hát igen, hát az otthonházi szolgáltatás és a szociális otthon az egyik zászlós hajója a városnak. A B36 meg a nem tudom én milyen dolgokra a Laci azért van itt, ő majd meg fogja válaszolni, hogy azon a soron mi szerepel, és... mi ott a probléma? Nem tudom, jó? Mert a B36-os soron az egyéb bírság és egyéb bevételek vannak, a közhatalmi bevételek, amit az elmaradt adók után az idén keményen behajtottunk, és azért van ilyen teljesítés, mert az előző évek összegét terveztük, ez az 500 ezer forint, és az idei teljesítés az azért több, mert behajtottuk az elmaradt adók utáni pótlékokat is, meg járulékokat, meg bírságokat. Annyit hagyd tegyek a Lacihoz kiegészítésképpen, hogy ezt nem mi számoljuk ki, hanem a program élesbe számolja, és ő hozza ki, hogyha 100 nappal később fizet, vagy ha 5 nappal, vagy 10 nappal, akkor ez megjelenik, hiszen minden egyes állampolgár, barcsi lakos megkapja azt a kivonatot, és hogyha késedelmesen fizetett, akkor van egy külön elkülönített számla, ahol az van, hogy bírságok, pótlékok. Laci, folytasd nyugodtan. Igen, tehát a B115-ös soron ott, mivel hiány nélkül nem tudunk tervezni költségvetést, ezért a működőképesség megőrzésre szolgáló támogatást terveztük az összeget, de ez a
az úgynevezett álmok kategóriája volt, és a költségvetésben majd a harmadik vagy a negyedik negyed évben az előirányzatok, mert ez is csak egy előirányzat, a nem teljesült kiadások előirányzatával szemben ezt a tényadatokra fogjuk lemódosítani. Ez jövő év március-áprilisában kerül majd a testület ülés elé. Akkor már a B15-ös módosított előirányzat soron ugyanannyi fog szerepelni, mint a teljesítés soron. B401. Azt... Mit adtatok? Mit adtatok el? Milyen készlet? Készletértékelés ellenértékben azt írtam föl, amikor képviselő úr azt keresztelzik. Hányadik oldalon van, hogy könnyebben megtalálnám? Hát ott 100 ezer forint volt tervezve, és 1 millió 2 lett. Erre nem tudok válaszolni, mert az intézményeknek a költségvetésében szerepel ez, de ez, tehát költségvetés szinten ez... Ez az összes intézményből tevődik arra föl, arra a sorra. Most ne kérdezzük már végig, hogy a könyvtár, a óvoda, a szocotthon meg mit adott el, vagy mit nem adott el. Önálló intézmények, önállóan gazdálkodnak. De hogyha kell, akkor majd a következő testületülésre a Laci kibogarásza, ha szükséges. Van még valami? Ez a bölcsődei dolog volt. Tehát ugye a bevételi soron én nem találtam ennek a fejezetét, ennek a... Hát az egy új beruházás volt. Igen, csak a tényleges előirányzat... Mikrofon kapcsoljuk azért. Nem tudom. Bocsánat. Ugye az előirányzathoz képest eleve 170% volt a kifizetés, és ugye ehhez kellett volna, hogy tartozzon egy bevételi oldal, amin ezt a kifizetést megkaptunk. Nem tudom, lehet, hogy ott van, csak én nem. Mindjárt a Laci megnézi. Köszönöm. Tehát ez az önmezős beruházás volt. Volt ráemelési kérelmünk, amit el is fogadott a megyei közgyűlés, 4,5 millió forint, ugye belül ki kellett alakítani a karámrendszert a gyerekeknek, mert a szakfelügyelő ezt írta elő, és az nem volt betervezve az eredeti költségvetésbe, ott az volt, hogy a gyerekek szabadon mozoghassanak, barátkozhassanak és játszanak. És ezt írták elő, erre kértünk a megyei közgyűléstől a beruházás befejezésére 4 millió 3 vagy 4,5 millió forint körül összeget. Hát én csak úgy hívom, de képviselő úr, sétáljál el oda, és akkor szembesülsz vele. A Laci nem találja ezt. Jó, utána fogunk nézni, és írásba a képviselőurat tájékoztatjuk. Remes Gábor képviselőurnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Akkor szerintem én is kezdek megvilágosodni ezekben a témákban. Ez a 36-os sor, ez arról szól, hogy mondjuk le tudja tiltani az önkormányzat az állandó jövedelemből ezt a bírságot, tartozást, amivel a polgárunk tartozik a városnak. Nem úgy működik. Akkor bocsánat, mert azért kérdezem, mert kaptam olyan jelzést, hogy, és hát úgy gondolom, hogy anyagilag leginkább kiszolgáltatottak a nyugdíjasok, hogy nyugdíjból letiltott a város egy bizonyos összeget, mert tartozása volt. Nem a város, nem az adó.
Hát ez így karácsony előtt 40%-os inflációban nem esett túl jól, mind a mellett, hogy megértjük a város helyzetét. Képviselő úr, következő a helyzet. A minden adózó barcsi lakos, most akkor a magánszemélyekről beszéljünk, meg külön az iparűzési adó, a cégek, vállalkozókról. Tavasszal, meg ősszel, azt hiszem márciusban, meg szeptemberben kapnak egy adókivonatot, és van olyan, hogy ha valaki késedelmesen fizet, akkor rögtön már be van téve egy olyan csekk mellé, hogy pótlék 123 forint. Ezt ezzel szerintem már nagyjából mindenki találkozott. Vannak olyan problémás esetek, és ezt a jegyzőasszony nagyon érzékenyen kezeli, ahol több éven át nem történik befizetés. Akkor mennek felszólítások, egyéb dolgok, de ugye 5 év után ez elévül. És gondolom, ilyennel lehetett találkozni, hogy az adóhatóság, nem a város küldi ki, az adóhatóság, itt bizony nyugdíjból, kinek milyen jövedelme van. Tehát vagy a fizetésből, vagy a nyugdíjból, vagy a vállalkozóknak a vállalkozói számlájáról leveszi a városnak járó adóbevételt. Hát na, van egy kimutatásunk a helyi adókról, ugye az iparűzési adóról is. Most nyugdíjas, és melyik adójából lett levéve? Magánszemélyek kommunális adója? Biztos, hogy az. Valószínű, hogy az. Most, ha a képviselő úr bejön az adósokhoz, vagy a jegyzőasszonyhoz, kikeresik, mert ugye nem kívánunk itt senkit se nevesíteni, és meg kell azt pontosan nézni, hogy hány év tartozás van, vagy hogy volt, vagy mint volt, és mekkora összeget vettek le. Polgármester úr, hadd kérjek szót. Tessék. Elnézést. A képviselőtestületnek arra van joga, hogy megalkotja az adórendeletet. Ezt követően az adóhatóság jelen pillanatban a jegyző, a NAV mellett a helyi adóhatóság, az adózás rendjéről szóló törvény alapján dolgozik. Tehát a letiltást az adóhatóság küldi azok után, hogy minden egyes adózó évente kétszer, ami egyébként nem lenne kötelező, de mi kiküldjük mindig az adóegyenleg értesítőt. A lakosságnak egy nagy része megtanulta azt, hogy kommunikálni kellene az adóhatósággal. Van egy másik rész, aki nem tudom mit csinál, bedobja a szelektívben, jó esetben, rossz esetben a kukában, és nem foglalkozik vele. Az adózás rendjéről szóló jogszabály is, iránymutatások is vannak, hogy milyen méltányossági jogköröket ad az adóhatóságnak. Nagyon sokan élnek ezzel. Benne van egyébként a helyi rendeletünkben is. Aki egyáltalán nem veszi fel a kapcsolatot, és nem reagál egyetlen egy adóegyenlegértesítésre, egyetlen egy felszólításra, és van letiltható jövedelme, ott kötelességem behajtani az adót. Részletfizetési kedvezményt lehet kérni, illetve olyan esetekben, ahol extra magas kiadások vannak, és az egyfőre jutó jövedelem százalékába vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, ott elengedésről és mérséklésről is van szó, amivel egyébként nagyon sokan élnek ebben a városban. Most ott tartunk, hogy a nem letiltható jövedelemmel rendelkezőknek is a szociális segélyek mellé adjuk a méltányossági kérelemnyomtatványokat, hogy rendezzük már ezeket a kérdéseket. Azért kértem szót, mert a képviselő úr vagy bárki hiába jön be adott személy adóhátraléka iránt érdeklődni, nem adhatok tájékoztatást, mert ez adótitok. Általánosságban mondhatom el a szabályokat, és általánosságban mondhatom el a kintlévőségeket, nevesítve soha. Ezen kívül ugye a magánszemélyek kommunális adó 4 részletfizetési lehetőség van. Ezt is biztosítottuk
nem tudom én hány évvel ezelőtt a rendeletet módosítottuk, hogy 4 részletbe be lehet fizetni. Jó, Nuszpula Árpád képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy egyes képviselőtársaim fogalomzavarban szenvednek. Ez egy képviselőtestületi ülés, ez nem egy baráti beszélgetés, és nem itt kell megtolulni a dolgokat. A legmenőbbig egyetértek képviselőtársammal, Horváth József képviselőtársammal, hogy nem ért a költségvetéshez, és bizonyos dolgok magyarázatra szólnak. Én is így vagyok ezzel, gondolom, hogy ez a szakemberek dolga, de én úgy érzem, hogy nem a képviselőtestületi ülés az a hely, ahol bizonyos saját hiányosságaimat számon kéne kérni, és megmagyarázatni a szakemberrel bizonyos sorokat. Én nagyon sok sort nem értek, mégse tettem föl 30 kérdést. Ha akarom, jogom van, mint képviselőnek bemenni, és föltenni a kérdést a szakembernek, az ő hivatalába, ahol ő erre rá tud készülni. Ez egy képviselőtestületi ülés. Bármennyire valaki feltűnési viszketegségbe szenved, itt olyan kérdéseket tegyen föl, ami ide való. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vélemények következnek. Ha nincs vélemény, akkor szavazás következik. A testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 3/4 éves költségvetést elfogadta. Jegyző asszony. Barcsváros képviselőtestülete az önkormányzat költségvetéséről szól, költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Hármas napirendi pont következik. Barcsváros önkormányzata képviselőtestületének rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. március 10-i önkormányzati rendelet módosításáról. Mind a 4 bizottság tárgyalta először a jogi, egészségügyi, szociálpolitikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a javaslatot, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja azt. Oktatási, művelődési és sportbizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk a napirendi pontot megtárgyalta, és annak határozati javaslatát 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. Köszönöm. Pénzügyi bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta, és a napi rendi pont szerint önkormányzati rendelet módosítást 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Városfejlesztési turisztikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egyhangon elfogadta a határozati javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Nincs vélemény, nincs szavazás következik. Kilenc igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a testület a rendelet módosítást elfogadta. Négyes napirendi pont következik. Előterjesztés a Bursa-Hungária felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2023. évi keretösszegének megállapításáról. Két bizottság tárgyalt, először az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontot a bizottságon megtárgyalta, és 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Pénzügyi bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságon megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú 5 igen szavazattal ezt elfogadta. Köszönöm szépen.
Mielőtt a kérdésekre, véleményekre rátérünk, Varga Zoltán tanácsnok úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Igen, kívánok. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Egy pár gondolatot a Bursa Hungárika felsőoktatási ösztöndíjról. Ezt a rendeletet Barcs város önkormányzata 2004-ben alkotta meg. A rendelet, illetve a pályázatnak a célja az volt, hogy a szociálisan, és hangsúlyozom, a szociálisan rászoruló gyermekeknek a továbbtanulását ezt támogassa. 2004-ben úgy állapította meg az összeget az akkori testület, hogy az öregségi nyugdíj minimumnak a 200%-ában maximálta az egyfőre jutó jövedelem határát. Ez akkor az összeg, ez 57 ezer forint volt 2004-ben. 2004 óta eltelt, ha minden jó számoltam, 18 év. A 18 év alatt mind a hála Isten, a minimálbér, mind az átlagbér, valamint az öregségi nyugdíj is változott. Innétől számítva ezek az összegek már nem igazán jelezték a mindenkori valóságtartalmat. Tehát magyarul ezek magasabbak lettek, így ez az összeghatár elvesztette a jelentőségét. 19 óta vezetem én ezt a bizottságot, az Oktatás és Művelődés és Sportbizottságot, és azóta már gondolkodunk, hogy ennek az életszerűségét próbáljuk visszahozni. Eljutottunk odáig, hogy ezt a rendeletet lemódosítottuk, annyiban, hogy változtattuk itt az értékeket. Egyet, amit nem változtattunk benne, hogy kizárólagosan a szociális helyzetet nézzük. Tehát nem számít ebbe anyag, tanulmányi helyzet, egyéb dolog. Gyakorlatilag az egyéb feltételek sem változtak, viszont úgy döntöttünk a határozatban, hogy az öregségi nyugdíj minimumnak a 400%-át vesszük alapul, ami ma jelenleg 114 ezer forint. Tehát azt jelenti, hogy ha az egyfőre jutó jövedelem a 114 ezer forint alatt van, akkor jogosult a hallgató beadni a pályázatát. Ez így most már érvényben van. A másik dolog, hogy ezzel kicsit cizeláltuk, tehát a rangsort könnyebben kezelhetővé tettük azáltal, hogy az összeg változott. Az előző rendeletben ugyanis 5000 forint volt a maximális szétosztható pénz hallgatónként. Ez ma jelenleg, a jelenlegi rendelkezéseink szerint 15000 forint a maximum összeg. Én úgy gondolom, hogy a 15000 forint az már valóban egy olyan összeg, amivel a hallgató könnyebben és eredményesebben végezheti a tanulmányait. Ha ezhez hozzáteszem azt, hogy az állam minimum 5000 forintot, tehát hangsúlyozom, minimum 5000 forintot pluszba hozzátesz, de hozzátett a helyi támogatással megegyező összeget is, de minimum, aki maximumot ér el be a pontrendszer alapján, akár 20000 forintot is kaphat havonta. Ez az összeg, hiszem azt, hogy már valóban segíti a tanulmányokat. Így gyakorlatilag a rendelet értelmében, amit nem tudom, a képviselőtársaim láttak-e, amit elfogadott a bizottság, illetve önök is elfogadtak itt a testületi ülésen, érvényben van. Tehát ezekkel a módosításokkal, tehát magasabb az egyfőre kiosztható pénzösszeg, azt hiszem, a szociális rászorultság alapján maximálisan eleget tettünk az ösztöndíj alapvető céljának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Vélemény? Remes Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester. Amikor ez az ominózus rendelet módosítás történt, akkor én éppen kórházban voltam, tehát nem tudtam részt venni benne, viszont kifejeztem a béli véleményemet, hogy ez a négyszeres minimál nyugdíj, ami ugye 14 éve változatlan érték, ez nem biztos, hogy megfelelő mértékű alsó határ, vagy felső határként szolgál a jogosultságra. És ez nagyon fényesen bizonyosodott be, mert az eddigi 30-40 jelentkezőhöz képest idén 10 jelentkező volt, aki egész egyszerűen objektíve megfelelt a feltételeknek, és fél információk szerint még a 10 sem biztos, hogy befér ebbe a 114 ezeres egyfőre jutó kereseti határba. Nem akarok gazdasági elemzésekbe belemenni, de egy szomszéd településen a szociális tűzifa
határa 150 ezer forint. A másik településen tavaly volt 114 ezer forint, nálunk 88.500, és büszkén verjük a mellünket, hogy 114 az egyfőrejtőrnél a kitörési lehetőséget biztosító pályázatnál. Én nem vagyok rá büszke, ez az én véleményem. Köszönöm szépen. Varga Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, csak ehhez válaszképpen egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Én kikértem, illetve megnéztem egy-két adatot. A 2021-es adatok, az A pályázat, a legalacsonyabb egyfőre jutó nettó jövedelem 30.400 forint volt. A legmagasabb egyfőre jutó nettó jövedelem 238.298 forint volt, az átlag 102.378. Ez a benyújtott A-típusú pályázat. Tehát a 102 az átlag, kinek akarjuk adni, a szociálisan rászorulóknak. Tehát a 102 az bőven alatta van a 114 ezer forintnak. Mondok mást, ez B-pályázatra, B-típusú pályázatra, ami tudjuk nagyon jó, hogy a Középfokú Oktatási Intézményben utolsó éves hallgatók adhatják be a pályázat. Ugyanebben az évben legalacsonyabb egyfőre jutó 72.962 forint volt, a legmagasabb egyfőre jutó 104.217, átlag 88.589 forint. 2019, a 20-as, az pandémiás év volt, azt nem mondom. A 2019-es adatok az a pályázat. Legmagasabb egyfőre jutó 116.433, átlag 73.060 forint volt. A B-típusú pályázatban 19-re egy érkezett, így az nem releváns. Én azt mondom, hogy valóban csökken a beadandó pályázatoknak a mennyisége, de egyrészt megvizsgálnám azt, hogy ki mennyire hajlandó egyáltalán utána járni a pályázati lehetőségeknek, és ezek az adatok bőven azt mutatják, számomra legalábbis, hogy az átlag jövedelműek is beleférnek. Beleférnek. Én nagyon sajnálom azt, hogyha valaki nem veszi arra a fáradtságot, és hogy bejön a hivatalba, elkérjem, biztos minden segítséget megkapnak itt. Az űrlapoknak a elkéréséhez, valamint a kitöltéséhez. Ennyi. Én úgy gondolom, hogy segíteni azon lehet, aki hagyja, hogy segítsenek rajta, vagy maga is utánjár. Tehát én nem tudok oda menni minden felsőoktatásban résztvevő hallgatóhoz, hogy már pedig add be a pályázatot. A pályázat kiírásra került, 18 éve már gyakorolja az önkormányzat ezt a lehetőséget, hogy segítse a tovább tanulókat, és valóban az elv nem változik, hogy a szociális a rászoruló. Az összeghatárokat lehetne vitatkozni, képviselőtársam azért kicsit kreatívabb is lehetett volna, olyan javaslatot is tehetett volna, hogy hány évente vizsgáljuk felül ezeket a jövedelemhatárokat, esetleg a megmaradó összegből, mert marad megmaradó összeg, segítsünk, vagy írjunk ki egy egyszeri beiskolázási segélyt egy egyetem vagy főiskolára, tehát van erre más lehetőség is. Én úgy gondolom, hogy amit általam elmondottak, igazolják azt, hogy annyira nem rossz ez a határ, mint ahogy itt elhangzott, és hiszem azt, hogy ő következő években fognak élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha nincs több vélemény, akkor szavazás következik. Tizenkét igen szavazattal a testület egyhangulag elfogadta. Jegyzőasszony. Barcsváros önkormányzata képviselőtet testülete a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2023 évi fordulójára a 2023 évi A és B, valamint a 22, 21 és 20 évi B-típusú pályázatok támogatására 1.500.000 forint kiadási előirányzat betervezését rendelte el Barcsváros önkormányzata 2023 évi költségvetésében. Köszönöm szépen. Ötös napirendi pont következik. Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről. Két bizottság tárgyalt, először a jogi, egészségügyi és szociálpolitikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, önkormányzat. Bizottságunk megtárgyalta, és 6 igen szavazattal egyhangon elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság véleményét kérem.
Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a napi rendet, és egyhangú 5 igen szavazattal azt elfogadta. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Véleménye? Nincs, akkor név szerinti szavazás következik. Anderné Rösszler Erika. Igen. Csende Jánosné. Igen. Horváth József. Igen. Kis Anita. Igen. Krisztián Ferenc. Igen. Losteiner István. Igen. Dr. Nuszpl Árpád. Igen. Remes Gábor. Igen. Szalai Csilla. Igen. Tatai Ferenc. Igen. Varga Zoltán. Igen. Kós Csaba Tibor. Igen. Köszönöm szépen, 12 igen szavazattal a testület egyhangulag támogatta. Barcsváros önkormányzata képviselőtestület egyetértett folyószámlahitel felvételével, a hitel összege 88,5 millió forint. Köszönöm szépen. Hatos napirendi pont következik. Előterjesztés Mecsekdrágba önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról. Két bizottság tárgyalta, először a jogi egészségügyi szociálpolitikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta napirendi pontot, és 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja azt. Városfejlesztési és turisztikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Vélemény? Ha nincs, akkor szavazás következik. Tizenkét igen szavazattal a testület egyhangulag elfogadta. Jegyző asszony. Barcsváros képviselőtestülete a Mecsekdráva önkormányzati társulás társulási tanácsának 27/2022 9. hó 14 számú határozata szerinti társulási megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében lévő tartalom szerint elfogadja. Felkéri továbbá Kós Csaba Tibor polgármestert, hogy a döntésről a társulási tanácsot tájékoztassa, és felhatalmazza, hogy a társulási megállapodás módosítást aláírja. Köszönöm szépen. Hetes napirendi pont következik. Kaposváron működő fogorvosi ügyelet ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata. Egy bizottság tárgyalta, a jogi egészségügyi és szociálpolitikai bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal egyhangban elfogadta azt. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Horváth József képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester. Egyetlen egy kérdésem, hogy van-e jelenleg tartozásunk e fele a társaság fele? Nincs. Jó, köszönöm. Vélemény? Horváth József képviselő úr. Tűnési viszketegségbe egy apróságot szeretnék kérni. Többször volt alkalmunk sajnos olyan esetre, amikor hétvégén valakinek az ismerősi körből, családból szüksége lett volna a fogászati ügyeletre, és nagyon nehezen lehetett ezt megtalálni, hogy hova forduljunk. Én arra kérném a jegyzőasszonyt, vagy a város informatikusát, hogy egy tájékoztatót tegyünk ki a honlapunkra, amit meg tudunk osztani, és akkor itt talán jobban eljut az emberek fele az, hogy hova is tudnak fordulni, egy telefonszám, egy elérhetőség, egy cím. Köszönöm szépen. Jó. Ha nincs több vélemény, akkor szavazás következik. Tizenkét igen szavazattal a testület egyhangulag támogatta.
Varcsváros képviselőtestülete a Kaposváron működő fogorvosi ügyelet ellátásának igényléséről szóló az előterjesztés mellékletét képező megállapodást elfogadta, felhatalmazta a polgármestert annak aláírására a fogorvosi ügyelet működtetési költségei fedezetének betervezését a 2023 évi költségvetésbe elrendelte. Köszönöm szépen. A nyílt ülést bezárom, zárt ülés következik. Ismertetem a képviselőtestület zárt ülésen hozott határozatait. A képviselőtestület két fő felvételéről döntött a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére. Egy önkormányzati bérlakás bérbeadásáról született döntés. Köszönöm a figyelmet.